64 vörös és fehér tételt kóstoltak végig a 28 fő zsűri tagjai április 3. szombatján Szekszárdon. A Tolnai Vármegye székhelye adott ugyanis otthont az Európai Borlovagok Magyarországi Rendje által szervezett borversenynek. Az öreg kontinens több országában saját legációval rendelkező közösség 2019-ben köszöntötte első szekszárdi tagjait. Egy nagyon jó ismerősöm, az ajánlom, a dr. Mészáros Sándor keresett meg ezzel, hogy ha itt élek Szekszárdon, biztos, hogy a bor, a történelmi borvidékhez való hozzáállásom, ismerettségem, hogy szeretnék-e a borlovagrend tagja lenni, és szeretné, ha az lennék. Ezáltal bekerültem, és én a szekszárdi borvidéknek a hírnevét szeretném öregbíteni, és bemutatni a borlovagrenden belül Szekszárdot és a bort. 2020-21-ben a Covid miatt sajnos egy kicsit megálltunk, de sikerült 2021-ben és 22-ben is Szekszárdon egy nagyszabású avatási ünnepséget összehozni, és ennek keretén belül Szekszárdon mindjárt egy 9 fős csapatunk lett, akik a borlovagrendhez tartoznak, és a jövőben ezt ugyanígy szeretnénk növelni, ezt a létszámot. Ha elérjük a 20 főt, akkor külön legáció lehet Szekszárd is. Én ezen munkálkodom, és hogy a történelmi borvidékre mind Szekszárdon minél több programot el tudjunk hozni, a győrieket, a szegedieket, az egrieket, az esztergomiakat, soproniakat ide csalogatni. Ez pedig a mostani rendezvényt elnézve sikerülni is fog. A több éves múlttal bíró verseny ugyanis most Szekszárdon vált első alkalommal nemzetközivé. Szlovákiából, Felvidékről és Ausztriából, Burgenland térségéből vannak borászok. Ez egy nagy megmérettetés. Bízom benne, hogy olyan sikere lesz, hogy jövőre ismételten Szekszárdra jöhetünk borverseny céljából. Az Európai Borlovagrendnek idehaza 300, nemzetközi szinten pedig 500 tagja van. Ők nem csak a kultúrált borfogyasztást népszerűsítik, hanem rendszeresen szerveznek jótékonysági akciókat is. Céljunk mindig az, hogy a bornak és a kereszténységnek a tisztelete és a jótékonykodás. Telep előtt volt győrve egy nagyon nagy kulturális esemény, Canterbury Gálának hívják, ahol borászok szerepelnek, és a befolyt pénzösszeget jótékonykodásra fordítjuk. Ez volt az első nagy jótékonysági rendezvényünk. Büszkén elmondom, hogy például szekszárdi borász, a Bodi borászat által hozott bemutató terméket 1,5 millió forintért vitték el. Tehát mondhatom azt, hogy Szekszárd 1,5 millió forintra hozzájárult a rászoruló gyerekeknek a megsegítésére. Ezen kívül avatási ünnepségeink vannak. Lesz avatási ünnepségünk Győrben, Szegeden lesz az első, aztán Sárospatakon a második, majd ezt követi a győri ünnepség, és akkor zárja majd a soponi ünnepség. Ez egy templomban, felvonulással, zenével, táncolók, mazsorettekkel színesített program, ahol új tagok belépése, illetve előlépési lehetőség teremtődik. Külön érdekessége volt a mostani rendezvénynek, hogy nem csak a beküldött tételek közül érkezett, több is az ország határain kívülről. Így volt ez a zsűri egyes tagjaival is. Ez a nemzetközi borverseny, hogy jelenleg is a tegnapi nappal 40 fő érkezett, és mára már 60 fölött van az érkezők száma, akik a díjkioszton és a vacsorán részt vesznek. A zsűri is nemzetközi, osztrákok, szlovákok, borlovagrendi tagok vannak itt, akik szerettek volna Szekszárdra eljönni. Szekszárdon az elmúlt hetekben egymást váltották a borversenyek, amik alkalmával évről évre egyre jobb nedűk kerülnek elő a pincékből, ez pedig a Tolnai Vármegye székely hírnevét öregbíti, mondta a Gyurkovics János alpolgármester. Amikor ilyen közös együttgondolkodás és közös célok, programok fogalmazódnak meg, annak örülünk, örömmel adunk helyet és működünk együtt. Főleg most úgy, hogy Szekszárdon a március és az április hónap a borversenyek hónapja. Több borverseny kerül megrendezésre a városunkban. Hát a legnagyobb a borvidéki borverseny, aminek majd egy hét múlva lesz a díjátadója, és hát ott is kíváncsian várjuk az eredményeket és a városborának a kiválasztásáról szóló döntést is. És hát
kertbarátok rendeznek borversenyt, a székhelyek rendeznek borversenyt, és hát civil szervezetek is többen vannak már, és hát gyakorlatilag ezáltal a nagy borászaink egyértelműen a borvidéki borversenyen mérettetik meg magukat, a kisebb borászatok azok pedig az általam említett borversenyeken, és az a tapasztalatunk, hogy értékes kincsek kerülnek elő, a szerénységből adódóan nem mindig mertek indulni, de az utóbbi évek tapasztalatai az, hogy így akkor a teljes paletta most már teljessé válik a nagyborászaink és a kistermelőkkel való kiegészítés során. Az Európai Borlovagrend tagjai a tervek szerint idén még találkoznak majd Szekszárdon.